Hát, sziasztok srácok! Üdvözlök mindenkit a mai videóban. És hát meg szeretném mutatni, hogy tegnap miket csináltam a játékban, hogy haladtam, kiket vásároltam, kiket adtam el, stb. Hát először is láthatjátok, hogy 9.600.000 zsetonom van. Ez annak tudható be többek között, hogy tegnap sikerült eladnom Messit és Litmanent, ezért ezekből kaptunk körülbelül 6 millió zsetont. Ezen kívül eladtam Verratti-t is, és még néhány gold játékost, plusz ugyebár tegnap az ilyen Founders pontokért is váltottam át 2 milliót, szóval ebből lett ennyi zseton. Ma ezt jó lenne felvinni szépen 10 millióra, szóval keresünk játékosokat, akiket el tudunk adni. Kezdés előtt köszönetet szeretnék mondani mindazoknak, akik feliratkoztak a csatornámra, és ennek köszönhetően lett ilyen magas 35%-os a feliratkozási arány, és a többi embernek szeretném üzenni, hogy köztudott, hogy aki feliratkozik rám, annak sokkal nagyobb a pack luckja, szóval egy próbát szerintem ezért is érdemes tenni, viccen kívül nagyon-nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki így támogat engemet. Szóval itt is lennének ugyebár a játékosaim, és meglepő módon, de szomorúan is tudomásul veszem, hogy amióta én eladtam a játékosokat, egy nagy drágulás következett be a transfer marketen, így konkrétan kevesebb pénzt kaptam, mint amennyit, hogyha most adném el a játékosaimat kapnék, de ez nem a legrosszabb dolog, mivel van néhány játékos, akitől most is el tudunk válni, például Nico Schlotterbergtől, akit most el is adok annak érdekében, hogy meglegyen az áhított 10 millió zseton a mai epizódban, ugyanígy teszek akkor Pau Torres-szel is, mivel őt se tudom használni. És hát bizony az a 10 millió zseton így kezdésként nagyon-nagyon jól fog jönni, de előbb meg kell vegyék ezt a két játékos, hogy ez bekövetkezzen. Meg is mutatnám gyorsan a csapatomat, menet közben megvették a két játékost, vagyis az egyiket, pontosabban Pau Torres-t, és most, hogy leveszik a tranzakciós díjakat, közel megvan a 10 millió zseton, de várjunk csak már megint, ott van a piros cucc, hát akkor megvették Schlotterbergeket is, és meg is lennénk a 10 millió zsetonos összkerettel, szuper! És akkor, amint mondtam, megnézzük a csapatomat is, nézzük meg, hogy milyen változások történtek. Hát ugyebár két center midfieldert szereztem be, mivel lecseréltem mint Verratti-t, mint Litmanent innen, és ezért van nekem ott egy Rabiotom, illetve Mikel Merinom. Mind a ketten egyébként jól teljesítettek, vásárláskor odafigyeltem arra, hogy a defendingjük legyen 80 felett, mivel head-to-headben ez nagyon-nagyon fontos statisztika tud lenni. Fontos, hogy a CM-jeimnek jó legyen a védekezésen, mivel nincsen center defensive midfielderem. Szóval igen, ezeket tettem meg, és a többit megoldottam az előzőleg a múltkor kinyitott pekkekből, és maradt még ez a két cserésem, akiket felhozunk head-to-head meccseken. Egyelőre ez marad a keret, természetesen a 10 millió zsetonból majd fogunk fejleszteni, csak ki kell várni azokat a játékosokat, akiket be szeretnénk szerelni, mivel ugyebár most a játékosok árai emelkedőben vannak, illetve még az is fontos, hogy nem igazán van jó árérték arányú center midfielder, illetve centerback sem, és tudniillik, hogy van egy eventünk is, amit meg szeretnék mutatni nektek, onnan is be lehet szerezni egy-két jó játékos, szóval igyekszünk onnan is minden rewardot kiszedni. Na de akkor nézzük is azt az eventet, ugyebár itt érdekes dolgok vannak, de van a Welcome to FC Mobile, az úgymond most jelenleg az ilyen alapevent, illetve van challenge mód is, tegnap egyet sikerült kivinnem, és a kickoffot azt már tegnap teljesítettük, szóval a Welcome to FC Mobile úgymond az az ilyen event, a challenge mód az ilyen állandó jelleggel ott fog lenni, úgyhogy most ezért lépjünk is a Welcome to FC Mobile-ba. Itt érdekes kis részletek vannak, van egy ilyen special gift, amiből az utolsót ma tudom kinyitni, mivel elértük a level 12-t jó bőven. Szóval hát, ha kapunk valami jó kis workout-szerű játékost, hát tévedtem, kapunk egy 77-es Carvet Louis-t. Még nem tudom, hogy mi lesz a sorsa, egyelőre gyűjtögetünk, illetve akkor van a kickoff,
Itt kivittem ezeket a meccseket, mindenkinek ajánlom, hogy ezeket tegyétek meg, mivel napi 40 pontot tudunk ezek alapján kapni, illetve nem egy egész meccses mérkőzést kell lejátszanunk. Mindegyik meccs minimum a 45. perctől kezdődik, ez is egy jó dolog szerintem, idősporlás szempontjából, és hát hogyha lejátszuk ezt a 4 mérkőzést, akkor az IE-től kapunk vagy coint, vagy player összeállítást, úgyhogy most én ezt fogom kinyitni. Nézzük meg, hogy lesz-e valami értékes dolog a csomagban. Hát 16.500 coin. Ez is több, mint a semmi, de egyáltalán nem extra. És majd holnap ezeket újra tudom játszani. Nyilván meg fogom tenni, nektek is ezt ajánlom. És hát ez az egyik dolog, amit az eventben kötelező megtenni. A következő mód ez a New Challenges. Itt ilyen hetenként fognak kiállokolódni a dolgok. Igazából nincsen nehéz dolgunk, le kell 2 mérkőzést játszani, ami ki nem gyűlik itt a valamennyi per 10%, szóval a 10 pont ezekből ki kell gyűjjön, és napi, ahogy látom, 6-ot lehet lejátszani. Mondjuk az is érdekesség, hogy itt én tudom folytatni, szóval hogyha ezt a meccset le fogom játszani, akkor ki fog gyűlni a 10. Úgyhogy a legjobb taktika itt én szerintem az, ha 2-t lejátszottok a hard mérkőzésből, utána pedig a normállal 1-et és kis gyűlik a 10 pont, valószínűleg a többinél is ez a legjobb taktika, és amint ezt megteszem, akkor fogok kapni az FC logóból egy darabot, amiből tudunk nyitni egy 76-89 közti játékost is, szóval ezt hamarosan le fogom játszani, hogy nézzünk egy kis csomagnyitást a mai videóban, de folytassuk az útmutatóval. Itt a New Teams felületen lehet elkölteni ezeket az úgynevezett welcome pontokat, most jelenleg 190-ből rendelkezem belőlük, és a defenderöknél kezdtem el haladni, mivel ott csak base playerjeim vannak, ez lesz a második ilyen pont, amit kiviszek, itt 500 gemmel gazdagodunk, és amit látjátok, 19.300 gemünk van, ez szerintem egy egész korrekt kis mennyiség, egyet el fogok költeni hamarosan, de még az utolsó felületet beszeretném mutatni, ami előtt meg tudjátok, hogy lehet kiézát kiszedni. Annyi, hogy nekem, mivel van egy garincsám, nincsen szükségem rá, de ingyenesen egy 88-as játékos akár jövőben egy exchange-be is jól jöhet, szóval kiszedem. Annyi a dolgunk, hogy 2 reward szekciót kell kiszednünk, tehát most én kiválasztom például a Defendert, ezt kiszedem, utána még lesz bőven arra időm, hogy egy másikot is kiszedjek, és akkor, hogyha ez meg lesz, akkor egy free 88-as kézával fogok gazdagodni. Ez nektek is simán fog menni, tegyétek is meg, mert egy jó kis right wingerről beszélünk. És az eventben az utolsó ilyen filecske az a New Goals lenne. Itt el lehet költeni ezeket a starter pointokat. Most 450 darab van belőlük, tegnap egyet kipipálhattam. Jöhet a 20.000 zsetonka, amiből semmi érdekes nem lesz, illetve a 200 gem, gyűlögetnek a gemjeink, és akkor itt kell haladni tovább, igazából semmi extra dolog nem lesz itt, ezeket FIFA pontokért vagy gemekért lehet megvásárolni, meggondolom még, hogy fogok-e akarni innen venni valakit, legfennebb ezt a 84-92 közti player csomagot majd megvehessük, hogyha ti is ezt szeretnétek, de igazából ez a kezdő event Welcome to FC Mobile ennyi lenne, nem nehéz dolog, tényleg csak a mérkőzéseket kell lejátszani, illetve az FC logónál kigyűjteni a dolgokat, úgyhogy ez egy jó kis ilyen bemelegítő event, én szerintem ezek mellett van a challenge mód. Én őszintén ezeket a La Ligás tuccokat szerintem nem fogom vinni, de ami érdekes, hogy van egy PvP challenge mód, itt én tegnap kivittem egyet, aminek az a lényege, hogyha megnyered egyszer a bajnokságot, itt a questeknél kapsz majd egy free ilyen monthly ticketet, szóval hogyha megnyered egyszer a bajnokságot, tudsz kvalifikálni a hónapi bajnokságba, és a hónapi bajnokságnak 2000 gem lesz a jutalma, plusz egy ilyen szeptember Champions-ös logót is fogunk kapni, és ugyebár az FC-nek az az egyik nagy újdonsága, hogy készülnek az e-sport-szerű jelleg bevezetésére, szóval ki tudja, hogy innen akár komoly e-sport szinteket is el lehetne érni, ez az én sejtésem, de ezt majd valószínűleg később fogjuk megtudni.
Egy érdekes kis mód, hogy kompetitívek legyünk, érdemes vinni, kapunk egy kis gemet is melléje. Szóval ezek lennének az eventek, és ami előtt befejeznénk a mai videót, kinyitunk persze egy-két csomagot. Most én hirtelen ára gondoltam, egyetlen egyet fogok elkölteni, hogy a gemünket azért spóroljuk meg fontosabb dolgokra. Nézzük meg, teszteljük a szerencsénket. 50% offos csomag. Nézzük. Animáció nem lesz, viszont lesz 164.000 coin, nem egy rossz mennyiség így kezdésként. Kapunk egy silver játékost, illetve egy bronzot is. Hát exchange vagy valamiben jól jöhetnek, de egyébként ennyi. Itt többet nem is szeretnék nyitni. A következő dolog pedig, hogy itt elkémeljük a coin mennyiségünket, mivel feljutottam versus etekben Pro 3-as divízióba. Igaz, meg kell hagyni. 88-as overratinggel ez nem volt valami nehéz, így tovább fogok videón kívül is grindolni oda. Viszont ami érdekesebb, hogy itt én head-to-headben konkrétan 500 kupára állok a Pro 3-as divíziótól. Szóval srácok, én azt mondom, hogy játsszuk le az FC Mobile idei első videóban lejátszott head-to-head mérkőzését. Nézzük meg, hogy meg tudjuk-e nyerni. És az első ellenfelünk egy velünk egy szintűnek tűnő játékos, és hát így nézne ki a drága csapatunk, remélem, hogy nem okoz majd csalódást, és az ellenfélé pedig így. Hát vannak jó játékosok, ikonokat nem látok a keretében, kíváncsi leszek, mi lesz a mérkőzésnek a végeredménye. És szélen indul Ronaldinho, aki mondjuk camposzton kellene helyezkedjen, Merino, Mokuko, Rábió, jó a csel, indul Makukó, neki kellett volna adjuk a labdát, és ez így, sajnos, off, nem tudjuk elvenni, Parejo. Ronaldinho megszerzi mégis a labdát, jól van, mivel mobilnettel játszok, sajnos elő fognak ilyen lagok fordulni, elnézést kérek, valami történt a wifinkkel. Mindegy, eladtuk megint Raúl, Merino nem tud labdát szerezni, viszont Zanetti megoldja. Jól van, Saliba, Rábió, Neymar, Makuko, megtoljuk ott a labdát, nem. Laggol, és nem érzékeli jól a gombokat, ez egy probléma lehet a későbbiekben. Ronaldinho, nem jön össze a csel. Nem hiszem, hogy gólt fogunk lőni ilyen lag mellett, viszont ez szabad rugás nekünk. Jól van, szépen leadjuk Rüdigernek. Visszük vele egy kicsit. Saliba. Neymar. Jó. Ronaldinho, Merino. Ott van Ronaldinho, még nem odaadjuk. Szabad rugás lesz, hoppá hoppá. Nagyon nehéz ilyen laggal játszani, de hát a szabad rugásból betalálunk. Neymar. Neymar, mekkora gólt lőtt! Neymar Junior a 45. percben egy hatalmas szabad rugás góllal. Azt a mindenségit. Jézus Mária, az olyan szépen ment a winkliben. Ennél szebben senki nem tudta volna szerintem ellőni. 1-0-ra vezetünk, Neymar Junioré az érdem, hatalmas gólt szerzett. Makuko nem szerez labdát, így Raúl törhet kapura. Megcsinálja a lane change-et. Nincsenek, hol vannak a középpályáink, nem jó, nem jó. Saliba. Nem hiszem el, no. 1-1. Középpályásaink nem tudom hol maradtak el. Ez most a középpályáinkon múlt, nem volt aki segítsen a védekezésben. És hiába próbál Saliba felszabadítani, még vannak a játékban buggok, botladozások. Egyedül marad Mbambu, és így kiegyenlít. Nem baj, hajtunk a következő gólért. Merino, Saliba, Rabiot, Neymar. Kitesszük így ezt csellel szélre. Kéne passzolni, mert nem lesz így jó. Ronaldinho. Ronaldinho, egy lövés, megblokkolódik a labdán. Szöglet lesz. Őszintén idén nem lőttem szögletből gólt. Nem azt mondom, hogy itt lenne az ideje, mert nincs, ahogy itt legyen az ideje. Jézus, ez a lag. Rálövünk kapura, csak szabadítsunk fel. Ronaldinho! Miért laggol ennyire? Ez olyan clear goal helyzet lett volna. Mindegy. Ronaldinho. Jó a csel. Passz. Neymar. Ronaldinho szélen. Úgy van. Hát a passz, akár Makukónak, ne hagyd ki, kérlek, Makukó! Mit csinálsz? Jézus!
Most mérges vagyok, okocsa. Kérlek, szereld le. Úgy van, Zanetti. Nagyon szép. Nem adjuk el a labdát, ugye? Jó van. Merino Rabiónak. 87. perc, most már utolsó helyzet a miénk lesz. Neymar eladja a labdát. Megszerezzük? Nem szerezzük meg, ez hatalmas probléma így. Nem na, Acuña haza a kapusnak. Döntetlen is jó, azzal is meg leszünk pro 3-as divíziósok. Tehát 1-1 marad a mérkőzés, GG az ellenfélnek. Szoros volt, de eldönthettük volna Makukónak a helyzetével az egészet. Ezért tényleg szomorú vagyok, hogy sajnos nem sikerült megnyerni a mérkőzést. Nagyon közel álltunk, de a célt így is sikerült elérni. Ott vagyunk a Head-to-Head Pro 3-as divíziójában. És a játékunk egyébként szerintem teljesen biztató, szóval vannak reménykeltő dolgok, hogyha a Wi-Fi-nk remélhetőleg majd jó lesz, jó internet kapcsolattal fogunk rendelkezni, akkor rengeteg lehetőségünk van, hogy kihozzuk a csapatunkból a maximumot, és esetleg a legmagasabb divíziót elérhessük itt szépen head-to-headbe. Szóval srácok, a mai videó ennyi lett volna, remélem, hogy tetszett nektek, és majd találkozunk a következőben. Addig is vigyázzatok magatokra, sziasztok!